Szabó T. Anna Szemben című versének megzenésített változatával vette kezdetét hétfő délután a Huszárgálvárosi Könyvtárban az idei Országos Könyvtári Napok helyi programja. Ezúttal egy igazán szokatlan és egyedülálló zenekar látogatott el Moson-Magyaróvára, a háromtagú Táncreakció zenekar. A Táncreakció három tagja igyekszik teljes zenekari élményt nyújtani, ebben pedig segítségükre vannak a kortárs versek is. A zenekar jó kapcsolatot ápol azokkal az írókkal és költőkkel, akik műveit megzenésítik, sokszor közösen lépnek fel a közönség előtt, így például Szabó T. Annával is, akivel már Moson-Magyaróvárra is ellátogattak korábban. Az egyik Lackfi János, akivel szintén van egy személyes kapcsolat, a harmadik pedig Jónás Tamás. Ők egyébként ráadásul még egy generáció is nagyjából, és nálam mondjuk egy-két évvel idősebbek, és tulajdonképpen az ő fiatalkoruk is valahogy egy kicsit összefonódott. Illetve van még egy személyes összefonódás egy délvidéki írónővel, akivel a verseivel és a gyerekverseivel szintén foglalkoztunk, hiszen az énekestőn Gálhedő délvidéki származású, és Csík Monika is, őt mondanám mondjuk negyediknek, aki a legtöbb szöveget írja nekünk, ő egy délvidéki költőnő. A Táncreakció zenekar ezúttal Konyhakert című műsorát mutatta be a Moson-Magyaróvári közönségnek. Ennek keretében a kortárs verseknek és a friss, modern zenének köszönhetően valódi konyhakertben érezhették magukat az érdeklődők. Kökény és májva, izsóp és vasfű illata szálma, varázsi talfő. Kakukkfű málna, berkenye bodza teára várva, gyógyír a rosszra. Kamilla, hársfa, akác virága, teszem teába, illana pára. Napjainkban ismét egyre nagyobb teret hódít meg az irodalom, mint a zenekar gitárosa Hoppá Mihály fogalmazott. Tapasztalataik szerint reneszánszát éli a magyar literatúra. Azt is megmenném kockáztatni, hogy egy kicsit divatja is van most ennek a kortárs költészet dolognak. Ennek van jó és rossz oldala is. Tehát egy kicsit, ami így eljut, kicsit, ami így felszínre kerül, abban nem minden arany, ami fénylik. Ez egy ilyen vegyesebb nívójú kínálat, amit a közönség kap. Ha vers megzenésítésekről beszélgethetünk, akkor zeneileg is egy igen vegyes és igen széles spektrumot ürel most ez föl, ami ezt a divat hullámot, ha úgy tetszik, meglovagolja.